Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Hallottuk a mai evangélium végén. Az utolsó vacsora eseményén vagyunk, és Jézus tudja, hogy befejeződik az a küldetés, amelyet az Atya szánt neki. Azzal, hogy figyel az Atyára, és megteszi, amit kér, megjelenik az iránta való szeretet. A tetteiben az Atya dicsőül meg. És a feltámadása után ugyanezt teszik a tanítványok is, ezt teszi Pál és Barnabás is. Küldetésüknek érezték, hogy a Jézusról szóló tanítást hirdessék. Még akkor is, amikor veszélyben voltak, vagy akkor, hogyha süket fülekre találtak. Sok viszontagságot kellett átélniük, hallottuk azt Szentleckében. Mégis visszatértek Lisztrába, mert tudták, hogy ez az ő küldetésük, ez az Atya akarata, és ezért megteszik. És hogyha megnézzük az életünket, hányszor érezzük az Atya akaratát, a kérdés az, hogy felismerjük-e és megtesszük-e ezt. Imádkozzuk a mi Atyánkban, legyen meg a te akaratod, de valójában megvan-e az Atya akarata? Számos élethelyzetben mérlegelünk, hogy megtegyünk-e valamit, vagy nem. Belső késztetést érzünk, halljuk az Istennek a szavát, tudjuk, hogy mi az ő akarata, mégis töprengünk, mérlegelünk és kérdéseket teszünk fel. És ezek a kérdések után pedig különböző érzések jelenhetnek meg. Megtegyük vagy ne tegyük meg, és ott van a gyávaság. Biztonságos ez számunkra? Biztos, hogy ezt meg kell tegyem? Nem fogok szégyent vallani? Aztán rákérdezünk a célszerűségre is. Hasznomra lesz ez a dolog? Megéri ezt nekem? Mit fogok én ettől kapni? Aztán jön a hiúság. Népszerű leszek ettől a dologtól? Népszerű leszek, hogyha ezt megteszem? Kiemelkedek az emberek közül? Fogják-e látni az emberek azt, amit teszek? És a lelkiismeret is megszólal bennünk, és megkérdezi, hogy helyes-e ez. Összeveti a bennünk levő erkölcsi törvénnyel, és választ ad számunkra. És látnunk kell, egy-egy döntésnél ezek a folyamatok mennek végbe bennünk, mehetnek végbe bennünk, és ezek befolyásolnak minket. Merjünk mi is megtenni azt, amit az Atya kér, merjünk ráfigyelni, és merjünk úgy cselekedni, ahogyan Jézus tette. És hogyha azt érezzük bennünk, hogy a lelkiismeret azt mondja, hogy ez helyes, akkor meg kell tennünk. Törekedjünk arra, hogy figyeljünk, neveljük a lelkiismeretünket, és halljuk meg a szívünk mélyén megszólaló Atyának a hangját, és mi is cselekedjünk úgy, ahogyan az Atya meghagyta nekünk.